Sziasztok, Kormos Zoli vagyok. Nagyon sokszor belefutunk egy olyan problémába, amikor azt mondják, hogy a testépítők nem erősek, csak felfújt izmaik vannak. Járjuk körbe ezt a témát egy kicsit. Először is nézzük meg azt, hogy miből jöhet ez a gondolat az átlag embereknél, hogy a kinézetünkhöz képest gyengék vagyunk. Először is tisztázni kell azt, hogy mi ennek a sportnak a célja. Ugye amikor versenyzünk, fölállunk a színpadra, akkor ott az esztétikumot, a külsőt fogják a bírók értékelni. Senki, de senki nem fogja megkérdezni tőlünk, hogy hány kilót emelünk föl, hogy mennyivel nyomunk fekve, mennyivel guggolunk. Csinálunk-e egyáltalán felhúzást, vagy ilyen-olyan-amolyan gyakorlatot? Erre senki nem kíváncsi. Csak arra, hogy a testünk optikailag hogyan néz ki, hogyan mutat a színpadon. Ennek a célnak az érdekében választjuk meg az edzés módszereinket is, ami nem feltétlenül a borzasztó nagy súlyok megmozgatásáról szól. Nyilván kell egy progresszió, tehát erősödnünk kell ahhoz, hogy megfelelő ingert tudjunk az izmoknak adni ahhoz, hogy fejlődjenek, de nem a maximális megmozgatott súly nálunk a lényeg, mint mondjuk egy erőemelő esetén. Ugye náluk az a lényeg, hogy a lehető legnagyobb súlyt egyszer felemelje. És ehhez bekapcsol különböző technikákat, módszereket, és ennek megfelelően edz. Ezért lehet az, hogy egy akár fele akkora ember is kétszer akkora súlyt fel tud emelni, mint egy testépítő. Azzal tisztában kell lenni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a testépítők gyengék, illetve hogy nem próbálnak nagy, illetve egyre nagyobb súlyokat használni. Saját példákat mondok most csak. Amikor életem legjobb formájában voltam, akkor egy fekvenyomó világbajnok volt az edzőtársam, és én is igenis rámentem az erőre, holott tudtam, hogy igazából nem ez lesz a legfontosabb, de 200 kilóba belenyomtam egy ismétlést. De ahogy közeledett a verseny, kezdtem áttérni a testépítő edzés formára, elhagytam ezeket a borzasztó nagy súlyokat, és inkább a minőségre, az izom beduranásra figyeltem, és éppen ezért sokkal lejjebb kellett venni a súlyokat, és ilyen 140-150 kiló fölé már nem mentem. Guggolásban, emlékszem rá, életem első guggoló edzésén 50 kilóval guggoltam 6-ot, és azt hittem, hogy leszakad a combom. Ez volt 32-33 évvel ezelőtt, 13 év szertorna után. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy gyenge a lábam, mert én ugráltam dupla szaltókat, cukaharákat, stb. Nem megyek ebben most annyira vele. De a lényeg az, hogy nagyon erős, ellenálló, rugalmas volt a combizomzatom, de ehhez a fajta terheléshez nem volt hozzászokva. És hosszú-hosszú évek alatt eljutottam odáig, hogy guggolásban a csúcsom 225 kg 6 ismétlés. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy testépítő gyenge, de még egyszer mondom, nem az a legfontosabb számára, hogy mekkora súly van ráírva arra a tárcsára, vagy arra a kézisúlyzóra, amit fölemel, hanem az érzés, amit az izomban érez a terhelés miatt. Saját példából tudom megcáfolni azt a mítoszt, miszerint a testépítők izomzata semmire sem való. Nemrég fejeztük be otthon az építkezést, és a munkáknak a 90%-át a saját kezűleg csináltuk. És igenis lapátoltam sódert, kevertem betont, nem csak géppel, kézzel is. Talicskával, vödörrel hordtam a betont, öntöttem ki, simogattam, fejem fölött furkáltam órákon át. Tehát ez az izomzat, amit felépítünk, ez elsősorban a színpadra készül, de ez nem jelenti azt, hogy a fizikai munkára teljesen alkalmatlan.